Vajon biztonságos-e 2020-ban egy kongresszusra kilátogatni? Hát, hogyha azt nézem, hogy időnként látogatásokat teszek olyan nagy áruházakban, ahol például barkács felszereléseket lehet kapni, vagy nagyobb bevásárlóközpontokban járok, ahol heringként összezsúfolódnak az emberek. Van, aki visel maszkot, van, aki nem. Tehát én úgy gondolom, járványügyi szempontból kaotikus a helyzet, vagy ne is beszéljünk akár egy Balaton körüli fagyizóban az összezsúfolódó emberekről. Hát ehhez képest összehasonlíthatatlan biztonságosabb kell, hogy legyen egy ilyen kongresszus, ahol egyrészt olyan látogatóközönség van, aki disziplinált, a fogorvosok, egészségügyi szakember révén maguk is értik a problémát, tehát én úgy gondolom, hogy e kérdésben fegyelmezettek lesznek, hogyha megvan a megfelelő távolságtartás, hordják az emberek a maszkot, én úgy gondolom, ez az egyik legbiztonságosabb ilyen rendezvény lesz. Hát az az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy ugyanúgy az ember az utcán koszos lesz, ugyanúgy, hogy a villamoson ráköhögnek, ott egy kicsit nagyobb a kockázat, mint egy ilyen szerintem kulturált emberek között megjelenni vagy részt venni. Tehát miután orvosok leszünk ott, én nem félek tőle, hogy ott valami betegséget elkap az ember, mert tudja, hogy ha én nekem lázam van, és esetleg felmerül az, hogy beteg lehetek, akkor el sem megyek oda. Tehát én ezt egy biztonságos helynek fogom érezni. Tehát nem félek tőle. Kockázat az mindig minden körülmények között van, ez nem is kérdés. Én azt gondolom, hogy egy kongresszuson részt venni semmivel nem jelent nagyobb rizikót, mint elmenni bármilyen egyéb rendezvényre, ahol számos ember megfordul. Nyilván a rendezők, szervezők odafigyelnek arra, hogy minden biztonsági előírást maximálisan betartsanak, és azt gondolom, hogy aki elhivatott, az így is részt tud venni nyugodt szívvel a rendezvényen. Én azt gondolom, hogy 2020. októberére fogjuk tudni azt, hogy mi szükségeltetik nekünk ahhoz, hogy teljes biztonságban tudjunk megrendezni a Dental World Kongresszust. Értem én itt az alatt, hogy a beléptetéskor milyen hőmérőzést kell majd esetlegesen alkalmaznunk, milyen kézfertőtlenítőket, hányat és hova kell elhelyeznünk, netán esetleg valakit az előadóban bizonyos távolságra kell ültetni a másiktól. Ha oda eljutunk, akkor mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy 100%-os biztonsággal vehessenek részt a résztvevők a kongresszusunkon, és teljes biztonságban és egészségesen térhessenek haza. Mostanság kicsit oda jutott a világ, mintha csak a Covid létezne, mint betegség, és úgy gondolom egyetértünk a kollégákkal abban, hogy nagyon sok betegség létezik még. Nyilván ez egy szempont, amire a Dental World-ön 100%-osan figyelünk, emiatt egy kicsit sem lesz kockázatosabb ellátogatni, mint bárhova a világba abban az időpontban, és hát az is fontos, hogy léteznek még foghiányok, páciensek, akiket kezelni kéne, ezért fontos, hogy a Dental World is megrendezésre kerüljön. Találkozzunk 2020. októberében Budapesten a 20. Dental World-ön!